Kátyúzási munkálatokat végez több helyen, Nyíregyháza főútjain, a Magyar közút. Nyíregyháza útjain már elkezdődtek a kátyúzási munkálatok. Éppen a Pazonyi úton foltozzák a szakemberek az utakat. Az aszfalthibák eltüntetése azonban egy innovatív megoldással történik, az úgynevezett NuFal technológiával. Ennek köszönhetően nincs többé kátyutörmelék, hatalmas gépek kivonulása egy-egy úthiba javításánál. Ez a szerkezet az infrahősugárzóival egyszerre 2,5 négyzetméter területet tud megolvasztani, ami szintén az eljárás előnye, hogy esőben és hidegben is lehet vele dolgozni. Ez a technológia már több mint egy évtizede került kísérletezésre Angliában, és 5 évvel ezelőtt találkoztam vele Dunakeszin egy bemutatón. Akkor én ezt kitűztem magam célnak, hogy egy ilyen berendezés a KFT-nek kell. Mi közműépítéssel, útépítéssel foglalkozunk, és most jött ki rá a lépés, hogy ezt meg tudjuk valósítani. A kocsi oldalán is látszik egy felirat, NuFalt, ez a védjegye ennek a infra ledes melegítésű eljárásnak. Amellett, hogy ez a technológia gyors, olcsó, kevesebb anyagszállítással jár, hiszen a felmart aszfaltot nem kell elszállítani, az úthibákat főként saját felmelegített anyagával dolgozzák be. A végeredmény is tartósabb, hiszen az aszfaltozás miatt nincs határvonal a javítások között. Így a víz beszivárgásának, majd szétfagyásának is kisebb az esélye. Az a lényege, hogy télen, amikor az aszfalt gyárak már leállnak, nem kevernek meleg aszfaltot, mi akkor is tudunk ezzel a berendezéssel meleg eljárással javítani aszfaltkátyút, mert van a lelke ennek a berendezésnek egy melegítő blokk, ami infra melegítésű gáz, autógázzal működtetett melegítő blokk, 600 fokon melegíti a kátyút. Amikor a kátyút felmelegítettük, akkor a régi aszfalt anyagot azt összelapátoljuk egyszerűen a közepébe, meglocsoljuk bitumen emulzióval, hogy pótoljuk a hiányzó kötőanyagot a régi aszfalthoz, és utána a kollégák elterítik a hiányzó aszfalt mennyiséget. A speciális gépek Nyíregyháza több útjain is javítják majd az úthibákat. A következő napokban forgalomkorlátozásokra számíthatnak a közlekedők, többek között a 36-os, a 38-as számú főútvonal belterületi szakaszain, valamint a Nyírszőlősi úton. De nem csupán a megyeszékhelyen javítják ki az aszfalthibákat. A közeljövőben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számos útvonalán és településén is kátyúzási munkálatokat végez a Magyar közút.